Szerbusztok, kedves emberek, én Oszkár vagyok, és most egy tutorial videóval jövök. Jöttem el elétek, hozzátok. Hát ugye a Rubik kocka, mint kirakós játék, az már évtizedek óta ugye a köztudatban van, egyik leghíresebb magyar találmány, és nagyon kevesen tudják ezt kirakni. Ugyanis ez egy olyan logikai fejtörőnek a megoldását jelenti, amit hát önállóan nehéz feltalálni, tehát kitalálni a módját, hogy hogyan lehet. Mindenféle módszerek vannak az interneten, keringenek. Most szeretnék nektek egy olyan módszert bemutatni, ami véleményem szerint a legegyszerűbb. És ezt én találtam fel, úgy gondolom, tehát ezt a neten még sehol nem fedeztem volna fel, nem fedeztem fel ennek a nyomait, hogy létezne. Szóval, viszont jó szokásomhoz híven egy kis apró szöveget kinyomtattam most nektek. Wikipédiáról, szóval ezt most felolvasom nektek, csak azért, hogy művelődjünk, hogy tisztában legyünk ennek az egésznek a mi voltával. Szóval a Rubik kocka egy 3D-s logikai játék, amit 1974-ben talált fel ifjabb Rubik Ernő, elődjének, pontosabban a Rubik kocka alapjának, bár az csupán csak kétdimenziós, az 1878-ban Sam Lloyd által feltalált 15-ös tologatós rejtvényt tartják. Valószínűleg azért, mert ez hasonlítható leginkább a kockához. A Rubik kocka eredeti neve bűvös kocka volt, a szabadalmi leírásban térbeli logikai játékként nevezte meg alkotója a mechanikus, egyéni logikai játékot. A játék célja, hogy egy előzetesen összekevert kockából forgatással visszaállítsuk az eredeti, rendezett színösszeállítást, vagyis minden oldalon azonos színű lapocskák legyenek. Idézet, a találmány lényege abban van, hogy a nagy kockát alkotó 27 elem szétszedés, tehát a nagy kocka megbontása nélkül hozható új helyzetbe, aminek eléréséhez egyetlen homológ művelet a nagy kocka bármelyik lapját alkotó 9 kis kockának elforgatása szükséges részlet a szabadalmi leírásból. Rubik Ernő 1975. január 30-án adta be az igényét a kocka szabadalmaztatására, de csak 1977. december 31-én kapta ezt meg. Ezt követően hamarosan megjelentek nálunk az első bűvös kockák, és ezzel a játék önálló életre kelt. 1980-ban a bűvös kockát Rubik kockára nevezték át, és csak Magyarországon hozzávetőleg 1 millió darabot vettek belőle, ami azt jelenti, hogy minden tizedik ember rendelkezett egy ilyen játékkal. Ezzel párhuzamosan indult a külföldi terjesztése is, az amerikai Ideal Toy játékcégen keresztül. Nagyon rövid idő alatt elterjedt, és a világszerte népszerűvé vált. 1982. június 5-e óta pedig két évente megrendezése kerül a Rubik kocka világbajnokság. A Rubik kockát ma a legnagyobb magyar találmányok között tartják számon. Hát azért ez nem semmi. Na most... Most akkor az fog következni, hogy itt élőadásban, érted, összekeverem a kockát, tehát hogy lássátok, hogy nem csalás. Ugye így szépen lehet forgatni különböző irányokba. Hát nincs ebben semmi turpisság. A lényeg az, hogy minél jobban összekeverjük itt a síkokat, tehát minél nehezebben lehessen kiigazodni. Hát az igazán profik azok már képesek arra, hogy ránéznek, így dekódolják magukban a színeknek a pozícióját, és hát utána gyakorlatilag egy pillanat alatt kirakják. Én annyira nem vagyok profi ebben, de hát majd mindjárt meglátjátok, hogy hogy van. Na, hát szerintem eléggé jól összekevertem. Teljesen össze van keverve. És akkor most nézzük meg, hogy hogyan kell kirakni.
Na, és hát ennyi lett volna tulajdonképpen a Rubik kockának a kirakása. Remélem, hogy tudtátok követni a folyamatot. Ahogy azt ugye említettem, elég sokféle kirakási mód létezik, de szerintem az enyém a legegyszerűbb, a legkövethetőbb, és hát próbáltam a kirakásnak a sebességét is minimalizálni, tehát ennél lassabban sajnos nem tudom kirakni, de hát ha más nem, akkor képkockánként majd állítsátok meg a videót, és az alapján szerintem mindenki rá fog jönni a Winkler-féle metódusra. Na, köszönjük, hogy megnéztétek a videót, iratkozzatok fel, hogyha még nem iratkoztatok fel, lájkoljátok a videót, hogyha még nem lájkoltátok, és osszátok meg Facebookon, Twitteren is, hogy terjedjünk, aztán majd lesznek még további csodálatos videók. Sziasztok, Oszkár voltam! Én azon a véleményen vagyok, hogyha ezt valaki nem tudta követni, mert hogy ennél egyszerűbb megoldási lehetőség nincs, az hülye!